energetikailag is megújult a tornacsarnok, a tornászok újra a birtokba vették a létesítményt. Három baranyai is ott lesz a Nemzeti Vágtán, Szentlőrincen rendeztek előfutamot. Folytatódik a Havas Boldogasszony templom felújítása, búcsút tartottak Havihegyen. Falunap volt Szágyon, bemutatkoztak a nemzetiségek is. Köszöntöm a nézőket, Önök közéleti magazinunkat, a Központot látják. Tartsanak velünk! Februárban nyílt meg Pécsett a Verseny utcában a 21. századi felszereltségű torna munkacsarnok. A fejlesztés azonban nem ért véget. A második ütemben egy takarékossági energetikai program kezdődött, melynek keretében az épület külső hőszigetelést, napelemeket, hőszivattyús fűtést és LED világítást kap. A munkálatok jó része elkészült, már vissza is pakolták a tornaszereket. Már újra edzőtáboroznak a tornászok az új tornacsarnokban. A közel 400 millió forintból megvalósuló és idén februárban átadott új pécsi torna munkacsarnokban két-két nyújtó és felemás korlát, egy párhuzamos korlát, egy 12x12 méteres talaj, ugróasztal, 15 méteres ertrek és 6 gerenda van. Ezeket a Magyar Torna Szövetség biztosította, de szülői összefogással olyan fontos beruházásokat is sikerült megvalósítani, mint a szivacsgödrök feltöltése vagy a fellépő megépítése a nyújtóhoz és a felemás korláthoz. Július elején ki kellett pakolni a tornaszereket, ugyanis az épület energetikailag is megújult. A szülői összefogással tudjuk minél komfortosabbá tenni a termet, mert a szereket a Magyar Torna Szövetség adta, de például a szivacsgödör fölötti kétszer a nyújtó meg a felemás korláthoz nem kaptuk meg ezt a fellépő lépcsőt, és ezt két szülő segítségével anyagáron, tehát olcsón meg tudtuk csinálni. Nagyon sok feladatunk van még, például a középen lévő oszlopoknak a balesetmentesítése, meg egyéb kiegészítő szereket készítenek. A kollégám például most a páros körökhöz egy ilyen vödör, amit hát akkor nem megveszünk, hanem tényleg vödörárba meg itt magunknak megcsináljuk, de fejlődni szeretnénk, tehát segíteni a munkát. Napelemes hűtés-fűtés technikát építik most ki, úgyhogy nagyon bízunk benne, mert mínusz 10 fokta plusz 50 fokig fogja tudni a mögöttünk levő fekete kis fújók fújni a levegőt, úgyhogy nagyon kulturáltan, és a napelemek miatt megszint ingyenes lesz. Hát ismételten csak azt tudom mondani, amit már évek óta mondok, hogy minden tiszteletem edző kollégáimé, mert ugye nagyon mostoha körülmények között, szinte minimális edzéssel, de ezt nagyon jól szerepeltek. A diák olimpiájára pedig mi fel tudtunk készülni, úgyhogy sok a gyerek, 200 fölötti a létszám, bízom benne, hogy megmaradnak, illetve még bővülni fog. Az idén elkészült torna munkacsarnokot az óvodásoktól a felnőttekig használják nap mint nap. Ugyan sokan még nyaralnak, de a tornászok egy része már részt tud venni az augusztusi edzőtáborban. A csarnokot edzők és sportolók egyaránt nagyon szeretik, de természetesen még további tornaszerekre is szükség van, hogy fel tudják venni a versenyt a fővárosi egyesületekkel. Nyilvánvaló ilyen alap dolgok kellenének, mint bordásfal, balettrúd, ahogy látjátok a szivacsgödör nincs megtelítve, tehát ide is legalább még egy kamion szivacs kellene. A talajunk alá kellene igazán szivacs, mert ez a talaj azért már valljuk be egy kicsit elavult. Tehát a mai rendes talajban, versenytalajban már rugók vannak, ezzel a ilyen nagyon pici szivacsok, amik már szét vannak esve. Azt kellene kicserélnünk, és az ilyen kisegítő szerek, az mindenféleképp kellene még. Nagyon jó. Tehát az Expohoz képest tényleg nagyon jó ez a terem. Ahogy a Magyar Zoli mondta, egy 14 éves korig a női tornának meg is felel, úgyhogy nagyon örülünk neki, és hát szeretik a lányok nagyon. Október 25-én lesz az első versenyünk. Teljesen új bajnokság van, új gyakorlatokkal, úgyhogy most készülünk erre a teljesen új megmérettetésre. Ez a kezdő csapatunkkal, ami olyan 10 éves korig van. És hát nagyon nehéz lesz, tehát nagyon megnehezítették most, arra készülünk, és utána az ifi 2-s, erdülő 2 felnőtt 2-re, de azok a lányok már rutinossak, úgyhogy ők már meg tudják csinálni a gyakorlatot.
Mint ismert, a beruházási összegből 100 millió forintba került az épület megvásárlása, további 100 millióba pedig annak felújítása. A tornaszerek 90%-át a Magyar Torna Szövetség biztosította. A most zajló energetikai korszerűsítés csaknem 150 millió forint Európai Uniós forrásból valósul meg. Három baranyai lovas képviseli a megyét a Nemzeti Vágtán. Ez a Szentlőrinci Gazdanapok programján dőlt el. Ott rendezték ugyanis a Szentlőrinci Vágtát. A zsokék, pogány, tapolca és cserdi színeiben versenyeztek. Mindhárman bravúros győzelmet arattak, így szeptember 15-én és 16-án ők is rajtvonalhoz állhatnak Budapesten a Hősök terén. Így indultak a lovasok a Szentlőrinci Vágtán. Összesen 9 versenyző állt rajtvonalhoz, hogy az őszi Nemzeti Vágtára kvalifikálhassák magukat. A programot a Szentlőrinci Gazdanapok keretében rendezik már évek óta. Most már x-edik éve itt vagyunk a Szentlőrinci Gazdanapok betét programjaként, és a szervezők, én azt gondolom, ugyanúgy, mint az idei évben, az elmúlt években is mindig megtettek mindent azért, hogy nagyon jó körülmények között biztonságos futófelületen tudjanak a versenyzők a településük színében starthozálni és versenyezni. Én azt gondolom, hogy kifogástalanok a körülmények, nagyon jó futamokat láttunk. A versenyen egyébként szigorú szabályoknak kell megfelelni, a kihágásokért pedig súlyos büntetés jár a lovasoknak. A Bendes Csaba az egyik starter, illetve pályabíró, a Nemzeti Vágtán előfutamainak szervezője, illetve Helyüsz Attila, ő pedig mind a galoppon, mind itt a Nemzeti Vágtán bíró, és figyeli a lovasokat, illetve a startot, hogy minden rendben zajlott-e. Az ilyen esetek például a lekeresztezés, amikor az egyik lovas kilöki a másikat, ha leesik egy lovas esetleg, vagy ezek mind kizáró okok, amiért nem tudnak bejutni a startba. Ilyen esetek azonban nem fordultak elő a megmérettetésen, így három baranyai zsoké képviselheti a megyét szeptember 15-én és 16-án a Nemzeti Vágtán Budapesten. A 9 nevező közül került ki a három futam győztes, egyikük Pék László az utolsó kanyarban előzte meg társait, így első helyen végzett a körében. Nagyon boldog vagyok, családéhez érdemel, de aki a lány medzi, meg hát lóé. Tehát nagyon nagy képességű tábor. Ez volt a taktika egyébként, amit láthatunk is, hogy... Minden utolsónak akartam menni, alkalomra, hogy ne forduljon ki a ló, tehát meg vegye fel a versenyszellemet, hogy 20-20. Tehát ez volt. Előbb akartam egy kicsikét itt előzni, de az még nem sikerült. Nagyon-nagyon boldog vagyok, és nagyon-nagyon sok munka van ebben a lóban, tehát nagyon sok. A Nemzeti Vágtán volt már egyébként kint, hogyha nem akkor milyen elvárás? A Nemzeti Vágtán minden év volt vagyok. Hol huszárként, hol egyéb módon, de alanyi jutom följutni, az egy csodálatos élmény. Bakos Eszter, aki szintén futamgyőztes, még csak nem is saját lovával indult a vágtán, de követte taktikáját. Fel lehet, meg érdemes is felkészülni, én úgy gondolom. Nekünk sajnos sok időnk nem volt rá, az utolsó példben dőlt el, hogy ezzel a lóval megyek. Arató Barnály ez a ló. Hát jó kis ló, úgyhogy nem volt nehéz dolgom vele. Azt kell mondjam. Volt előre kigondolt taktikát, hogy hogyan fogod megnyerni a futamot, vagy csak éppen kihasználtad a helyzetet, ami adódott? Taktika mindig van, az más tészta, hogy sosem jön be, mert általában a szerencse, meg ugye nyilván az ellenfelek is adják a taktikát, úgyhogy igazából volt taktika, de végül is azt is követtük, mert az volt a taktika, hogy elmegyünk, aztán hogyha jónak bizonyul, akkor nem hajtom meg, nem lovagolom túl, és ez be is jött. Nemzeti Vágtán vettél már részt, mint versenyző? Igen, vettem. Úgyhogy most kikerülsz, akkor mi a cél? Hát, a cél mindig nyerni. Aztán nyilván az, hogy biztonságba érjünk körbe. Én is, meg a ló is. A futamok után a délutáni órákban még egy utolsó körben megmérettették magukat a lovak és gazdáik. Ott szintén mindhárman teljesítették a feladataikat, miszerint körbe kell érni a pályán. Így ősszel a Nemzeti Vágtán Ács Linda Pogányból, Pék László Tapolcáról és Bakos Eszter Cserdiből képviseli Baranya megyét. Tartó,
A Havas Boldogasszony templom a nagylelkű adományoknak köszönhetően a közelmúltban kívülről megújult, de a belső átalakítások is hamarosan elkezdődhetnek. Augusztusban tartják a templom hagyományos búcsúját, melyen arra is emlékeztek, hogy több mint 300 éve a pécsiek a meredek sziklákon, vállukon és hátukon cipelték fel az építőanyagot a mai Ágoston tér felől Havihegyre. Augusztus 4-én és 5-én van a Havas Boldogasszony templom búcsúja Havihegyen, mely évről évre sok hívőt vonz. A 321 éves templom tavaly kívülről teljesen megújult, és hamarosan a belső átalakításoknak is nekiállnak. A tavalyi esztendőben sikerült a külső felújítást teljes egészében megvalósítani, vakolat, festés, tetőcsere. Vissza van még az ablakoknak a cseréje, illetve bent a templomban a padfűtésnek a korszerűsítése, ami hosszú évek óta probléma, hogy nincs a templomhoz kapcsolódóan mellékhelység, így ennek a megépítése is folyamatban van, illetve tervezés alatt van, ehhez gyűjtünk még adományokat, hogy megvalósulhasson, hogy a WC-nek, a mellékhelységnek a felépítése, hogy 21. századi körülmények között tudjuk fogadni az arándokokat. Már hagyománnyá vált, hogy a búcsúra meghívják az adott évben újonnan szentelt papokat, és ők is mutatnak be szentmisét, és új misés áldásban részesítik a híveket. A papszenteléssel együtt kirettem nevezve szekszárdi káplánnak, szekszárdi diakónusból, úgyhogy Szekszárdon azóta folytatom tovább a szolgálat, ugye a nyár nekünk is kicsit könnyebb, kevesebb, ugye hát nincsen hitoktatás, de hát azért a hitet továbbadjuk. Hát feltöltődés, meg hát ugye szépen így engednek bele így a mélyvízbe, hogy ugye a papi feladatok, a szentségkiszolgáltatás, gyóntatás, szentmise. Hát a régi pap vagyok, már túl vagyok talán a 50. 60. szentmisémen is, úgyhogy most... Ez de élmény. De nem az, hogy élmény, hanem mély lelki töltetet. Nem az érzésekről beszélek, hanem tényleg az, hogy az Úristen kegyelmét érzem. Mint ismert, az 1690-91-es pestis járvány idején a pécsiek fogadalmat tettek. Ha elmúlik a vész, az akkori kakasdomnak nevezett fehér sziklákon kápolnát emelnek Havas Boldogasszony tiszteletére. A pécsiek be is tartották szavukat, méghozzá nem mindennapi módon. A meredek sziklákon, vállukon, hátukon cipelték fel az építőanyagot a mai Ágoston tér felől. A templom végül 1697-re készült el. Erre az eseményre a búcsúkon is emlékeznek azzal, hogy az Ágoston tértől a Havihegyre zarándokolnak a hívek. Elsősorban lelki tartalma van, és ami a közösség formáló erő, az pedig ebből fakad, hiszen hosszú évszázadok óta jönnek ide a zarándok testvérek a Havihegyre. 1697-re készült el ez a fogadalmi templom, ugyanis a pár évvel korábbi pestis járvány kapcsán a pécsiek fogadalmat tettek, hogy megszabadulnak a járványtól, akkor fölépítenek egy templomot Havas Boldogasszony tiszteletére. Tehát fogadalmi templomról van szó, és ezt a fogadalmukat olyan módon is megtartják a pécsiek, hogy évről évre Havas Boldogasszony ünnepén ide felzarándokolnak. Pécs oltárának is nevezik ezt a kis templomot, hiszen lenézünk a városra, akkor mintha város felett imádkoznánk az itt lakókért, mindazokért, akik megfordulnak a városban, imádkozunk. Illetve akik följönnek, ők pedig felhozzák a szívükben, lelkünkben mindazokat a gondolatokat, problémákat, nehézségeket, örömeket, amelyek ott vannak bennük, és amelyeket föl szeretnének ajánlani a szűzanyán keresztül magának az Úristennek. A Havihegyi búcsú évről évre Pécs nemzetiségeinek együttélését is szimbolizálja, hiszen német és horvát nyelven is tartanak misét, valamint a vasárnapi nagymise bizonyos olvasmányai, énekei is ezeken a nyelveken hangzanak el. Több mint 40 éve egy kutatófúrás során leltek hévízforrásra Szágy település alatt. Az önkormányzatnak azonban jelenleg nincs pénze a termálvíz kinyerésére, pedig a turisztikai értékek mellett az megoldhatná a házak és a közintézmények fűtését is. A településen falunapot tartottak, ahol bemutatkoztak a nemzetiségek is.
A 150 főt számláló szágy Baranya északi részén a Zselic keleti oldalán helyezkedik el. Az elnéptelenedett falut 1730 után németekkel telepítették be, akik a világháborúig szikvízüzemet és téglagyárat üzemeltettek, valamint sokszínű kézművesipart hoztak létre. A faluban két kisebbségi önkormányzat működik, hiszen a település lakosságának 30%-a német, 30%-a pedig roma. A programokban aktívan részt veszünk, mi kezdeményezzük a programok szervezését, és hozzánk csatolódik úgy szinte a német kisebbség, a nagy önkormányzat, együttesen dolgozunk, és egy csapatépítő jelleggel szeretnénk a falut kicsit összehozni, összekovácsolni ebben rohanó világba. Hát a cél, hogy megőrizzük a identitásunkat, a hagyományt, a nyelvet, volt itt a nyelvoktatás, bejárás nyelv, hiszen sok roma származású, magamat is bele számítva, nem igazán tudjuk a nyelvet. Ezt gyakorolnunk kell. Jött egy tanárnő, aki oktatott minket, kisebbeket, felnőtteket. Hát a hagyományőrzés elsősorban a hagyományőrzés ápolása. A roma kisebbségi önkormányzathoz hasonlóan a németek is aktív szerepet vállalnak a falunapok, nemzetiségi programok és egyéb rendezvények szervezésében és lebonyolításában is. Kapunk működési és feladat alapú támogatást, ezekből több programot szoktunk csinálni, kirándulásokat itt a falu embereire költjük el, gyerekeknek csinálunk külön programokat, karácsony, Mikolás, ezeket a hagyományokat mindig megőrizzük. Az idei szágyi falunapot Postás Józsi 40 perces műsora nyitotta. Az énekes a slágerek mellett saját dalaiból is hozott szágyra egy csokorra valót. Az ország egyedüli éneklő postása vagyok, mert postásból van bőven. 18 évig dolgoztam én is aktívan postásként Balaton-Tapolcán, volt saját körzetem, 400 családom, és közel kb. 5 éve hagytam fel a hivatással, már azon részével, a gyakorlati részével, és most csak a fellépésekre koncentrálok, de természetesen a posta reklámarcaként továbbra is tart az együttműködés, és igazából ennyit lehet esetleg rólam tudni, meg az, hogy minden egyes fellépésen, akárhányszor megyek az országba ide, oda, a moda, sok helyre meghívnak szerencsére, mindig találkozom postásokkal, tehát ez nekem abszolút jó hír. A település kedvező természeti adottságai közül említést érdemel a mélyben rejlő 74 fokos termálvíz, mely a kénes és brómos gyógyvizek csoportjába tartozik. Az 1970-es években uránérc után kutatva fúrásokat végeztek a településen, akkor leltek rá 1100 méter mélyen a hévízforrásra. Az önkormányzatnak azonban jelenleg nincs pénze a termálvíz kinyerésére, pedig a turisztikai értékek mellett az megoldhatná a házak és a közintézmények fűtését is. Most ugye ez a hévízforrás, ez a falunak jó falu életében ugye nagy jelentőséget tenne, hogyha ezt az önkormányzat ki tudná termelni. De hát sajnos az önkormányzatoknak erre nincs lehetősége, mert hát a költségvetésben erre külön nem tudunk félretenni pénzt, elkülöníteni, úgyhogy ide mindenképpen valami befektetőt, vagy esetleg, hogyha a kormányunk valami támogatást biztosítani, nyújtani erre, akkor ezt meg tudnánk valósítani. Lacó Sándor, a település polgármestere, bízik abban, hogy találnak befektetőket, vagy nyílik olyan pályázati forrás, melyből meg tudnák valósítani a fejlesztést. Sokféleképpen vadásznak az emberek a történelem kezdete óta. A magyarok például kiválóan solymászkodnak már 5000 éve. A szakma azóta igencsak sokat fejlődött. Ezt most Kisteleki Gergely, hivatásos solymász mutatja be. Nomád juhász népek lehettek az elsők, akik ragadozó madarakat idomítottak. Valószínűleg ezek az emberek ismerték fel a lehetőséget, azt, hogy egy ilyen ragadozó madár, ugye látták nap mint nap, milyen könnyedén ejtik el a zsákmányát, ugyanazokat az állatokat, amikre az ember is vadászott ebben az időben, és elkezdték őket befogni, megszelidíteni. Valószínűleg kezdetben volt olyan is, hogy csak a kutyájuk segítségével elvették egy-egy madár zsákmányát, és arra gondoltak, milyen jó lenne, hogyha ez egy állandó
napi történet lehetne, csak hát ugye ritkán volt nyilván arra alkalom, hogy megfigyeljék ezeket a madarakat, és mindig ott legyenek, amikor éppen zsákmányolnak, és ezért kezdhettek el valószínűleg solymászni, tehát fészekből kiszedett fiókákat nevelni, vagy felnőtt madarakat befogni és megszelídíteni. És manapság a 21. században tulajdonképpen ugyanazokkal a módszerekkel szelídítjük a madarainkat, mint kezdetben ezek a nomád juhász népek. A technikában azért történt változás, mert azért civilizáltabbak lettek a területek, tehát nincsen már lehetőségünk arra, hogy végeláthatatlan sztyeppéken űzzük a solymászatot, ami mindannyiunknak szíve vágya igazából, de hát a körülményekhez valamennyire muszáj alkalmazkodnunk. De tulajdonképpen a hagyományt azt ugyanúgy őrizzük, hiszen ugyanazok a felszerelések, ugyanazok a módszerek, ugyanúgy teremtünk kapcsolatot a madárral, tehát ez az ősiség, ami évezredekkel korábban visszavezethető, ez a mai napig fennmaradt. Ilyen közepes testű ragadozó madár is, mint akiket itt láthattok, 30-40 évig elélhetnek, és azért ez alatt a 30-40 év alatt elég sok elfoglaltságot ad a solymásznak, hiszen mi azt szoktuk mondani, hogy 24 órából valakit 35 a madarával van, az már majdnem jó, tehát még az se az igazi, de már majdnem, hogy megközelíti. A madaraink szemében mi inkább nem is emberek vagyunk, hanem ilyen ronda szőrös, fogyatékos madarak. Tehát ugyanúgy viselkednek velük, mint a valódi fajtársaikkal. Nekem is van otthon olyan madaram, amelyik például tavasszal a költési időszak előkezdte velem el párba. Elég rossz ízlése van szerintem, hogy jobban beérzek neki, mint a valódi hímek, de hát amikor elérkezik a költési időszak, az autóm hangját 100 közül megismeri, és a szomszédok mondják is mindig, hogy onnan tudják, hogy mikor érkezek meg, mert amikor az autóm megáll, akkor már hív engem hátulról a kertből. Tehát velem áll párba együtt, rakunk fészket minden tavasszal. Ugye ez nem egy gyümölcsöző kapcsolat, nincsenek közös fiókáink természetesen, de azért ez egy értékmérő. Hogyha a solymásszal áll párba a madara, akkor azt jelenti, hogy ez egy nagyon mély, bensőséges kapcsolat, ami közöttük van. Ez nem világszenzáció. Egyébként az én esetemben, mert több olyan solymász barátom van, akivel évről évre párba áll a madara. Szoktuk azt is mondani, hogy mi igazából nem a gazdája, hanem a rabszolgái vagyunk a madarainknak. De hát ez tényleg fedi a valóságot, mert mindenben ki kell szolgálni őket, ahhoz, hogy ő feltétel nélkül megbízzon bennünk. Ugye a végső cél az, hogy egy nagyon nagy bizalom legyen egymás irányába. Tehát ő is megbízik bennem, én is megbízok ő benne, azért nem megy el tőlem, mert nem adok rá semmi okot, hogy elmenjen tőlem. Ugye sok ember kérdezi, hogyha most elengedem, vissza fog jönni, és mindig mondom, hogy hát majd meglátjuk, ha olyan kedve van, akkor minden további nélkül visszajön, de hát van, hogy nincsen kedve hozzá, de ezt ő dönti el. Tehát mivel ő minden nap szabadon repül, illetve az őszi-téli időszakban naponta vadászunk is velük, tehát az is nagyon fontos, hogy semmi olyan dologtól ne fosszuk meg a madarat, amit a természetben minden nap tenne. Ide tartozik a vadászat is, ahhoz, hogy ő lelkileg ennyire kiegyensúlyozott legyen, ahhoz arra is szükség van, hogy vadászon, ne legyen benne fölöslegesen földgyűlölet, adrenalin feszültség, tehát a vadászat egy nagyon jó alkalom erre, hogy így le tudja vezetni. És mivel minden megvan neki adva, ezért igazából nincsen oka, hogy elhagyjon engem, amikor vadászik, megosztja velem a zsákmányát is, mert tudja, hogy én nem elveszem a zsákmányát, nem adok cserébe neki valami finomabbat, ami után jól lakik. Most a réka például a dolmányos varrit meg a szarkát élve sértetlenül adja át minden esetben. Tudja, hogy nem az lesz az aznapi ebédje, amit megfogott, hanem mit cserébe kap érte, csak neki előtt azt meg kell fogni és átadni nekem. Tehát akkor megfogta például a dolmányos varrit, úgy fogja össze az evező tolajnál, hogy sebesülés nem okoz neki egyáltalán, szétterpeszti a farok tolait és jelez nekem, hogy jöjjek és bizniszeljünk, jó, de egy élő varrit én adjak cserébe neki egy nyúlcombot. Tehát ilyen kapcsolatot ki lehet vele alakítani. Viszont nagyon sok türelem, következetesség kell hozzá, és nagyon sok alázatosság, hogy ez kialakuljon közöttünk ez a kapcsolat. És hozzáteszem azt is, hogyha egyszer megbízik bennünk már a madár, nem szabad hátradőlnünk és megelégednünk, hogy oké, kész vagyunk a szelidítéssel, hanem életünk végéig ezt a kapcsolatot ápolni kell, szinten tartani, vagy amennyire lehet elmélyíteni. Tehát folyamatosan foglalkozni kell a madárral, nincs olyan madár, amik már megvan szelidülve, és soha többé nem vadul el. Ugye gondoljunk bele abba, hogy hiába 5000 éve létezik solymászat, azért ők soha nem lettek házi állatok, mindig megmaradnak vadmadárnak. Tehát az embernek kell hozzávadulni a madara természetéhez ahhoz, hogy ilyen kapcsolatba kerüljünk. Ez volt erre a hétre a Központ közéleti magazinunk. Jövő szerdán találkozunk. Addig is viszontlátásra!